Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jászmin. Örülök, hogy újra itt vagytok a videómban. Az új vendégeimet köszöntöm, remélem, hogy tetszeni fognak az elkövetkező videóim, és ha van kedvetek, nézzétek meg a régi videóim, hát ha valamelyikkel rezonáltok, és valami jó dolgot megtudtok belőle, vagy tanultok belőle. A régi vendégeimet nagyon szépen köszöntöm, és köszönöm nekik a gyönyörű kommenteket, nagyon-nagyon boldoggá tesztek, és azon leszek, hogy még több jó videót hozzak nektek, hogy segítsem az életeteket. A mai nap azt fogom nektek megnézni, hogy a szeretett személy, a nő vagy férfi, hogy gondol-e rátok, hiányoztok-e nekik, és hogy ugye azt gondolom, hogy némelyikőtök már régóta nem beszélt, tehát nem tudja pontosan, hogy a férfinek vagy a nőnek, hogy hiányzik-e, hiányzol-e. Tehát most megnézzük ebbe a jóslásba, hogy hiányoztok-e neki. Négy paklit hoztam, négy kártyacsomagot, amelyikkel rezonáltok, azt válasszátok, adok nektek gondolkodási időt. Az első, ez a kis love, virág, ez egy ilyen kis manócska, ez egy pici kis manóház, és egy gémes kút. Tehát amelyikkel rezonáltok, amelyik szimpatikus, gondoljatok rá, hagyok nektek egy kis időt. Az első, ez hogy love, aki ezeket választotta, most nekik fogok jósolni, addig a kettest, a hármast és a négyest félre is teszem. Tehát itt az egyes. Mit gondol rólad? Hiányzol-e neki? Kelyhek négyes, fordítva. Torony, fordítva. Érmék 8-as, fordítva. Érmék apródja. Ötös kelyhek. Maradj derülátó. Adj esélyt a kapcsolatnak. Vonzalom. Bizalom. Kezdjük előről. Kell lesz. Mindig rád gondolok. Hidd el, fontos. És a végén családi problémák. Tehát megnézzük, hogy ez a személy gondol-e rátok. Azt gondolom, hogy igen, ez a személy gondol rátok, és azt érzi, hogy elhalasztott egy lehetőséget. Itt a kelyhek ötösön látszik, ahogy ott mérgesen ül és gondolkodik. Tehát azt érzi, hogy elhalasztott vele dolgokat, gyönyörű dolgokat, tehát hogy bolond volt, hülye volt, hogy nem élt a lehetőséggel, és most rosszul érzi magát, a torony mutatja, fordítva van. Tehát a torony azt jelzi, hogy most borús időszakon megy keresztül, rosszul érzi magát, nincs jól, és hogy azt érzi, hogy ebbe a kapcsolatba ő nem tett elég energiát, tehát nem törődött vele úgy, ahogy kellett volna, és mindig ugyanazt csinálta, hogy körbe-körbe-körbe ment, és nem látta a fát az erdőtől. Tehát csak a pici dolgokra figyelt, de arra nem figyelt, amire kellett volna, nem törődött a dolgokkal. De úgy gondolom, hogy ez egy karmikus kapcsolat amúgy, és mind a kettőtöknek gyógyulnia kellett, neki is, neked is, és ezért lett ennek vége. Tehát nem csak őt hibáztatom,
hanem úgy gondolom, hogy az élet, az Isten közbeszólt, mert nem törődtetek magatokkal, eléggé nem szerettétek önmagatokat, eléggé. És amikor csak egy emberre fókuszáltok, és magatokra pedig nem annyira, akkor az élet közbeszól, és elkülönít titeket egymástól. Úgyhogy mind a kettőtöknek kellett gyógyulni, vagy még most is kell. Újra kell kezdeni szeretni önmagatokat, és hogy látom, hogy dolgoztok rajta, és kell rajta dolgozni. Azt gondolom, hogy segítettétek egymást ebben a kapcsolatban, de mégsem volt jó, tehát 100%-ig mégis valami hiányzott ebből a kapcsolatból, és ezért lett vége, az univerzum muszáj volt közbelépjen, hogy vége legyen. Egy ilyen függőség alakult ki köztetek, mint mikor valamit nem tudtok abba hagyni. Úgyhogy azt gondolom, hogy te itt, aki most te nézel, hogy kellett tudjad azt, hogy szerethető vagy, mert nem mindig gondoltad azt, hogy szerethető vagy, és ezáltal mindig ő általa kellett bizonyítani, tehát akartad, hogy szeressen, és ezt függőségnek nevezzük. Úgyhogy remélem, hogy most már azért tanultál, és hogy jobban tudod azt, hogy igenis, hogy szerethető vagy, és meg kellett tudjad azt, hogy kitűnő személy vagy, és hogy önmagadba vetett hitedet nem szabad elhagyd, mert Isten gyönyörűnek teremtett tégedet. Úgyhogy igenis, hogy szerethető vagy. Ez a személy most azt gondolja, hogy lehet, hogy adsz neki még egy esélyt, és szeretne is egy második esélyt, és szeretné a kapcsolatot veled újra kezdeni, az érmék 8-as, szeretne feléd jönni, szeretne kibontakozni, és azt gondolja, hogy Isten vagy az univerzum csak majd ad egy második esélyt, és hogy tehát önmagát hibáztatja, mert azt gondolja, hogy elment az érzések mellett, nem figyelt az érzésekre, nem tudta megélni ezt a szerelmet, és hogy igazából itt volt körülötte a csésze, itt volt körülötte a csészék, de ő nem látta a csészéket. Most már látja a csészét, de hát ugye most elvileg lehet, hogy késő. Most már figyel a csészére, tehát most már észrevette, hogy ki vagy te, és most azt érzi, hogy elvesztek a dolgok, és tudja, hogy ő hibás, de mégis, mint mondom, reméli, hogy befogadó leszel, reméli, hogy fogod őt várni, adsz neki még egy esélyt, itt van, maradj derülátó, tehát derülátó szeretne maradni, hogy majd csak ad ez a nő, vagy ez a férfi egy második esélyt, de ugye most ő, mint a torony, ő most nem érzi jól magát, őnála most torony van, lefele megy ez a torony, és tehát nem vette észre, hogy a hajó elment, tehát várt a hajóra, közben, amíg ő nézelődött, amíg nem tett bele elég dolgot a kapcsolatba, addig ez a hajó elment. És nem volt a kötellék egészséges, egy ilyen függőség alakult ki, mint már mondtam, nem volt egészséges ez a kapcsolat. De reméli, hogy újra együtt lesztek, reméli, hogy tudtok együtt építeni, friss kezdetet akar, optimista az újrakezdőről, tehát most már adj esélyt a kapcsolatnak, tehát azon gondolkodik, hogy majd csak az Isten ad neki, vagy te egy második esélyt, úgyhogy dolgozik rajta, és hogy itt láthatod, hogy nézd meg, milyen szépen nézi a férfi a nőt, tehát gyönyörködik benne, és esélyt szeretne, úgyhogy ő reménykedik, imádkozik Istenhez, univerzumhoz, hogy együtt legyetek. Az érmék 8-as, hol is van, igen, itt van fordítva, azt jelenti, hogy most már szeretne új kezdetet, és hogy csak körbe-körbe jártatok, tehát fordítva van, mert körbe-körbe jártatok, és a kapcsolat nem tudott
fejlődni, nem dolgoztatok a kapcsolatom, de most reméli, hogy sikerül, és hogy tudja most már, hogy ez a különválás muszáj volt, mert nem működött. És most úgy gondolja, hogy már lehet, hogy gyógyultatok, és most megint vonzódik hozzád, és fizikailag is vonzódik hozzád. Mindig rád gondol, mindig rád gondol, kezdjük előről, kell lesz, és hidd el, hogy fontos, és vonzódik hozzád, mint mondtam, fizikálisan, szexualitásban, mindenbe kívül-belül vonzódik hozzád. Mindig rád gondol, mikor lát valakit az utcán, akkor mindig azt gondolja, hogy bárcsak ő jönne felém, vagy lehet, hogy aki hasonlít rád egy kicsit, mindig nézi az arcokat, hogy nem-e te vagy az utcán, szeretne, hogyha újra láthatna téged, és hogy bocsánatot akar kérni tőled, és megbeszélni veled a dolgokat, és ezért imádkozik, úgyhogy van neki hite a kapcsolatban, és mint meg szeretné oldani ezeket a problémákat, lehet, hogy a kiskorából hozza ezeket a függőségeket, hogy nem tudott komolyan lenni a kapcsolatban, nem tudott ott lenni, mint férfi vagy nő, elszalasztotta a lehetőséget, te rajtad áll, hogy adsz neki esélyt, adsz neki esélyt, akkor valószínű, hogy eléd jön, mert újra szeretné kezdeni a kapcsolatot, úgyhogy te döntöd el, hogy veszve van, vagy nincs, ő most azt gondolom, hogy igen, készen áll. Úgyhogy köszönöm szépen, nem sokára jövök neked új videóval. Tehát ez a második pakli, a második csomag, köszöntelek benneteket, ez a kis manót most ide tesszük, és megnézzük, hogy a szeretett személy gondol-e rátok, hiányoztok-e neki. Az első a kelyhek 5-ös. Kardok 6-os. Botok lovagja. Botok 8-as. Maradj derülátó. Szenvedély. Hívd be a lelkitársad. Talán ő az igazi. Szerete még. Hülye voltam. Nagyon boldog vagyok. Gyönyörű vagy. Imádkozik Istenhez. Mit is jelentenek ezek a kártyák? Hiányzol-e neki? Úgy gondolom, hogy igen, hiányzol neki. Nagyon-nagyon és nagyon-nagyon sokat gondol rád. A kelyhek 5-ök egy vesztességet jelent, mint látjátok, ott szomorkodik. De ugye, mivel vége lett a kapcsolatnak, vagy nem beszéltek, ő szomorú ezért, de úgy gondolja, hogy vagy reméli, hogy újra tudtok beszélni. Bántja a múlt, bántja, ami volt, tehát elment ez a kapcsolat, és azt gondolja, hogy majd az univerzum vagy Isten második esélyt ad. És azt gondolja, hogy nagyon aranyos, nagyon jó voltál ebben a kapcsolatban. Azt gondolja, hogy hülye volt, itt van valamelyikben, hogy hülye voltam. Tehát, hogy azt gondolja, hogy megérdemled a szerelmet, hogy megérdemlesz minden jót, amit neked egy férfi vagy egy nő adhat. Mert úgy gondolja, hogy te nem voltál hibás. Azt érzi, hogy nem adott neked olyan szeretetet, ami neked kellett volna, nem figyelt rád eléggé, nem mutatta ki a szenvedélyét ebben a kapcsolatban. Akarja, hogy tud, hogy szereted, hogy szeret, szenvedéllyel van irántad minden szempontból, kívül, belül, fizikailag, szexualitásban. Tehát szenvedéllyel van irántad, és úgy szeret, ahogy
ahogy vagy. Ő kérdezi önmagát, hogy szeret még engem ez a nő, vagy szeret engem ez a férfi, tehát kérdezi Istent, hogy szereted-e még, hogy akarod-e még őt, és hogy fél attól, hogy már nem szereted, fél attól, hogy már eleged van, hogy betelt neked a pohár, és gondolom persze azért valamennyire igenis, hogy eleged van, mert meddig lehet várni valakire, aki nem akarja 100%-ig a kapcsolatot, vagy ha akarja is, nincs a kapcsolatban teljes szívvel. Ugye a szerelemben mindig 100%-ot kell kapjunk, adjunk, amúgy úgy gondolom, hogy nem kell benne lenni. És hogy azt gondolja, hogy lehet, hogy már van valakid, és azt érzi, hogy elveszed, de reméli, hogy neki van még egy esélye. Abba bizakodik, hogyha van is valaki más, az a valaki becsült téged, az a valaki szeret téged, de, tehát ezt kívánja neked, ez igaz, de viszont aggódik, hogy szeret-e még engem ez a nő, szeret engem ez a férfi, tehát attól függetlenül, hogy esetleg van valakid, ő még reménykedik abban, hogy lesz neki még egy második esélye, és hogy botok hatos az mindenképpen szeretné, hogyha még lenne felőled hír, és hogy adsz neki még egy esélyt. Attól függetlenül, hogy esetleg van már valakid. Reméli, hogy azért még nem mentél el 100%-ig a szívben, tehát a szív még, a te szíved még gondol rá is, hogy azt gondolja, hogy mind a kettőtöknek gyógyulni kell itt is, tehát hogy ő is tudja, hogy azért az élet vége, mert nem szerettétek saját magatokat eléggé, tehát azt gondolja, hogy ez az időszak kellett arra, hogy ez a kapcsolat, hogy újra jó legyen, kellett ez az idő arra, hogy önmagatokat gyógyítani tudjátok. És azt gondolom, hogy most már lehet, hogy készen állja a kapcsolatra, szenvedéllyel szeret téged, és azt gondolom, hogy álmodik rólad, és hogy szeretne megérinteni, megcsókolni. Tehát szenvedély van a szívében, a testében, és hogy azt gondolom, hogy ő azt akarja, hogy boldog legyél, hogy meg akarja neked adni újra ezt a szerelmet, és tudja, hogy ő a hibás, de azt gondolja, hogy kettőn áll a vásár, tehát valamennyire azt gondolja, hogy te is azért adtál okot erre a kapcsolat végére, de úgy gondolja, hogy most már itt az ideje, és hát ha tud előre jönni, és megbocsájtasz neki. Úgyhogy de én azt gondolom, hogy te sem voltál önmagaddal 100%-ig jól, tehát lehet, hogy te sem álltál még erre a kapcsolatra rá, azt gondolom, hogy neked is gyógyítani kell magad, és hogy önmagadat neked is tessék szeretni, mert csak akkor tudsz lenni egy kapcsolatban, akkor tudsz egy kapcsolatban adni, amikor önmagadat szereted, és abból van mit adjál, de ha te poharad üres, akkor nem tudsz abból másokat megkínálni, azt gondolom. Fél az elutasítástól, azt gondolja, hogy lehet már nem kell neked. Azt gondolt, amikor veled volt, hogy ő túl jó nekem, és lehet, hogy jobb, ha elhagyom, és jobb embert kap, vagy jobb nőt kap, mert én nem vagyok elég jó. De ez sem volt igaz, mert ő jó volt attól függetlenül, de ő nem úgy látta. Lehet, hogy gyerekkorából hozta ő is, hogy nem volt önmagával boldog, és hogy magát sokkal lejjebb érezte, mint ami igazából volt. Hülyének gondolja magát, úgyhogy, mint ahogy itt is van, hogy hülye voltam, derülátó azért, hogy hát, ha lesz még neki esélye, éjjelente imádkozik, be akarja hívni a lelkitársát, a lelkitársa az pedig te vagy, tehát beszél hozzád, és behívja, és kéri Istent, hogy küldje be megint a lelkitársát, vagyis téged. Kérdezi önmagát, hogy szeretem még, kérdezi Isten, szeretem még, gyönyörűnek gondol, úgy szerete, hogy vagy, nagyon szexuális gondolatai vannak,
persze nem csak azt akar, nem csak arra kell lesz neki, hanem mindenre. Imádkozik Istenhez, hogy adjon téged vissza neki, és azt gondolja, hogy talán, hogyha te akarod, akkor lehettek egymásnak igazi társai. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ha adsz neki egy esélyt, akkor lehet ezt a kapcsolatot újra építeni, és hogy Derülátó akar veled beszélni, de lehet, hogy még ebben a percben nem bír, hanem várja azt az időt, amikor 100%-ig jó lesz önmagával, és amikor úgy érzed, hogy az idő eljön, akkor beszélni fog veled, és hogy fél, hogy te nem fogsz vele beszélni, és sokat gondol rád, visszavár téged. Tehát itt is azt mondom, te döntöd el, hogy adsz-e neki még egy esélyt. A kérdés az, hogy közelebbe jön, és most már felenőlt a kapcsolathoz ő is, hogy megtalálta önmagát, tud-e neked adni abból a pohárból, ami tele van, mert ha nincs tele, akkor nem tud neked adni. Ha gondolod, adj neki egy esélyt, egy esélyt megér, és lehet, hogy most változott, lehet, hogy jobb lesz, mint valaha. Köszönöm, hogy itt voltál, nem sokára jövök neked is új videóval. A harmadik kártyacsomag, ez a házikó. Tehát szeretettel köszöntelek benneteket, megnézzük, hogy a szeretett személynek hiányzol-e, gondol rád-e, és hogy közelebb jön-e. Az első kártya kardok 8-as, kardok 9-es, torony, kelyhek 10-es, bolond fordítva, fejezd ki a szeretetedet, megbocsájtás és tanulás, eljegyzés, engedd el az irányítási problémáidat. Te vagy az. Rendbe akarom tenni. Te vagy a mindenem. Ne gondolj rólam rosszat vagy kevesebbet. Hidd el, próbálom meglépni a jót. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy igenis, hogy nagyon-nagyon sokat gondol rád ő is, és hogy pláne éjjel. Nehéz neki most az élet, mert nem lát tisztán, hogy hogyan tudna újra felvenni veled a kapcsolatot, és hogy Isten ad-e neki még egy esélyt. Újra veled szeretne lenni, és újra szeretne téged hallani, látni, de nem tudja, hogy hogyan. Nem tudja, hogy mikor lesz önmagával jól, és hogy itten, tehát itt van, ahogy ül az ágyba és gondolkodik. Tehát szeretne meggyógyulni, szeretne jobb ember lenni, szeretne, hogyha lenne hite az életbe, szeretne igazi férfi vagy nő lenni, szeretne felállni, hogy minél hamarabb tudjon visszajönni hozzád, mert azt gondolt, hogy a múltban igazából nem tudott ott lenni a kapcsolatban. És azt gondolom, hogy nem csak ő a hibás, hanem ez egy ilyen, tehát az energiája nem volt jó ennek a kapcsolatnak, mert lehet, hogy azt mondta neked, hogy készen állok. Lehet, hogy ígért neked dolgokat, de ha az igazat megnézzük, nem volt igaz. Olyan dolgokat ígért, amire még nem állt készen. És lehet, hogy te elhitted, de ez sem csak az ő hibája, mert azt gondolom, hogy neked is kell gyógyulni, és kellett gyógyulni, mert ő általa mindig akartad bizonygatni, hogy szerethető vagyok a férfi által. A férfiből azt akartad kihozni, ami benned nem volt meg, de te kell magad szeretni, te kell magad gyönyörűnek és szépnek és okosnak lásd, te kell magad magaddal jóba legyél, nem őtől le kell várni, hanem mikor te jól vagy és ő ad, akkor azt el kell fogadni. De úgy gondolom, hogy kontrolláltad, és hogy mindenképpen akartad megmutatni önmagadnak, hogy szerethető vagyok. De itt megint újra mondom,
hogy persze, hogy szerethető vagy, Isten alkotott téged, aranyos, gyönyörű vagy, szép vagy úgy, ahogy vagy, szerethető vagy, ha ő van, ha nincs, ha bárki más, mindig szerethető vagy. Tehát ő fél attól, hogy mikor fog meggyógyulni, hogy mikor lesz igazi valaki belőle. Gondolom, hogy régóta viseli magán, hogy nincs jól önmagával. Akar ő boldog lenni, de nem tudja, hogy hogyan. Akar ő optimista lenni, nem tudja, hogy hogyan. És fél ettől, retteg ettől, hogy félt ettől, hogy meglátod, és akkor el fogod hagyni, ő már nem lesz olyan jó, mint ahogy te gondolsz róla. Azt gondolom, hogy egy maszkot viselt, és a maszk alatt, hát nem hazudott, de színházat játszott, nem mondta az igazat, hogy nem áll még készen erre a kapcsolatra. És még most is azt gondolom, hogy gyógyulnia kell. Nem látja a blokkot, ami van rajta. Nem tudja, hogy hogyan legyen jobb ember. Szeretne újra mindent kezdeni veled, de önmagával még mindig nincs rendjén. Optimista szeretne lenni, nem tudja, hogy hogyan kell. Úgyhogy mindig másoknak akar megfelelni, stresszesnek érzi magát, és hogy tudja, miért stresszes, mert tudja, hogy ha nem gyógyul meg, ha nem vetközi le például a gyerekkori problémákat, vagy kevésbé érzi magát szerethetőnek, tudja, hogy örökké nem válsz rá, tudja, hogy nem sok idő van ahhoz, hogy újra együtt legyetek, mert ugye örökké nem tudsz rá várni, tehát retteg, fél, hogy stresszes, hogy mikor lesz ő már boldog önmagában, ahhoz, hogy közelebb tudjon jönni hozzád, tehát aggódik, torony érzései vannak, hogy nem tudja, hogy hogyan legyen jobban, nem tudja, hogy hogyan mondja el neked a szerelmet, nem tudja megélni a szerelmet, és hogy mivel ő nem szereti magát, így nem is tudja kifejezni az érzéseit, és nincs mit adjon neked. De azt gondolom, hogy nálad is ugyanez a helyzet, lehet, hogy kevésbé, de magadon kell dolgozz, magadat kell újra erőssé tenni, mert mind a ketten ebben a kapcsolatban a másiktól vártátok azt, amit esetleg gyerekkorban nem kaptatok meg, és tehát ez így nincs rendjén, nem volt jó energiája a kapcsolatnak. És tudja, hogyha például elmondaná, hogy szeret, de nem tudja bebizonyítani, vagy nem tud igazi férfi lenni, akkor te mérges leszel, tudja, hogy akkor hamar újra mérges lenni rá, és így nem mer közelebb jönni. Nem akar ő cserben hagyni téged, nem akar, azt akarja, hogy büszke legyél rá, hogy szeresd, de viszont nem tudja, hogy hogyan kell újra itt a torony, nem tudja, hogy hogyan kell ezt a szerelmet megérni, megérni, igen, ahhoz, hogy, tehát ő jól akar lenni előbb, magát akarja meggyógyítani, és akkor azt gondolja, hogy akkor lesz itt az idő. A kérdés az, hogy mikor fog ő jól lenni, mert azt érzi, hogy még mindig hosszú folyamat, és ezért ő aggódik, fél, hogy ha sokat várat téged, akkor vége lesz a kapcsolatnak. És azt gondolom, engedd el az irányítást, neked is el kell engedni az irányítást. Azt gondolom, hogy a múltba próbáltad irányítani, kontrollálni ezt a szerelmet, hogy mikor egy kicsit nem úgy beszélt, vagy nem úgy szeretett, akkor te mindenáron akartad, hogy szeressen téged, hogy kimutassa, és hogy kontrolláltad ezt a kapcsolatot. Ez sem tett jó a kapcsolatnak. Tehát előbb te is magadat kell szeresd, igenis szerethető vagy, igenis, hogy csodás vagy. Isten mindenkit gyönyörűnek teremtett úgy, ahogy vagy. Úgyhogy önmagadban kell megélni ezt a szeretetet, és akkor tudtok megint egyé válni ebben a kapcsolatban. 10. Kehely. Tehát akart ő a kapcsolatot, akart neked boldogságot adni, akart ő a tenyerén hordani, de nem tudta megélni a kapcsolatot, és bolondnak látszott, azt érzi, hogy színházasdit játszott, és egy maszkot viselt. De te vagy a mindenem, te vagy a mindenem, és rendbe akarja most hozni, csak fél, hogy még nem áll készen rá, azt gondolja, hogy még mindig ő nem 100%-os férfi, 100%-ig nem tudja még mindig megélni a kapcsolatot, holott tudja, hogy te vagy az igazi, és hogy
akarja mondani neked, hogy hidd el, hogy próbálkozom, és hogy adjál neki esélyt. Ne gondolj, hogy kevésbé vagyok férfi, jó, vagy kevésbé vagyok jó nő. Nem, ne értékelj engem alul, hanem tessék engem, szeressé, mondja ő. És azt szeretné, hogy amikor visszajöjjön, akkor újra eljegyzés, azt gondolja, hogy újra a kapcsolat előről induljon, szeretne egy új kezdetet, egy új különleges kapcsolatot veled újra megélni. Fél, hogy elhagyod, fél, hogy máshoz fogsz menni, fél, hogy nem adsz neki már időt, de mint mondtam, ő még nem áll rá 100%-ig. Romantikus érzései vannak veled kapcsolatban, és nem meri neked elmondani, hogy szeret, pedig nagyon-nagyon szeret, de még mindig azt gondolom, hogy az energiában benne van ez a félelem. Nem tud még mindig felállni a lábára, úgyhogy azt érezte, hogy neked nem elég jó, és azt érezte, hogy én nem vagyok ennek a nőnek, vagy ennek a férfinek elég jó, akkor jobb, ha vége van a kapcsolatnak, mert jobbat érdemel. De mint mondtam, nem igaz, jó volt, és ő értékelte le magát, tehát ő neki saját magával vannak problémái, nem te vagy a hibás, hanem le kell vetkőzze, és meg kell találja önmagát, a lelki egyensúlyát, nincs egyensúlyba, és ő ezt tudja 100%-ig, mikor mondta neked, hogy valamit ígért neked, nem úgy volt, tehát ő akarta ő, de nem tudta megvalósítani. Úgyhogy ezért nem lehet rá haragudni, csak annyi, hogy nem volt kész a kapcsolatra. De viszont azt gondolom, hogy te ugyanez voltál, tehát ő volt a te tükröd, tehát amikor belenézt a tükörbe, őt kaptad vissza, ő mutatta ugyanazokat az érzéseket, mert te is azt gondoltad, hogy nem vagyok szerethető, és amikor azt gondoltad, leértékelted magad, és kontrolláltad, nem mondom, hogy erőszakoskodtál, de kikövetelted tőle azt, amit nem tudott megadni. Holott elég lett volna, hogyha csak szereted, de jobban szereted előbb önmagad, és lehet, hogy akkor ő is jobban bízott volna ebben a kapcsolatban. Tehát egy huron pendültetek, csak annyi, hogy őnek is sokkal több a felépülési időszak, és ő ezt tudja, tehát, hogy fél, hogy mikor lesz ő már kész. Mint mondtam, újra akarja kapcsolatot kezdeni, az eljegyzés lappal új kezdetet jelent, újra szerethető akar lenni, és hogy te azt hitted, hogy nem törődik veled, nem igaz. Törődött veled, most is törődik veled, csak meg kell tanulja, úgyhogy meg kell tanuljon, hogy képes legyen szeretni, és akkor el fog jönni kifejezni magát, hogy szeretlek. Úgyhogy neked is azt ajánlom, hogy gondolkodj el, hogy szereted-e ezt a valakit, ha igen, adj neki esélyt, te is dolgozz magadon, ő is, és valahol találkozzatok, majd vagy ő, vagy te fölveheted a kapcsolatot, és adjál neki reményt, és lehet, hogy a remény által hamarabb meggyógyul. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nem sokára jövök új videóval. A negyedik kártyacsomag, ez a gémes kód. Nálatok is megkérdezzük a kártyát, hogy hiányzol-e ennek a valakinek, és hogy szokott-e rád gondolni, és mit lehet tenni. Az első kártya a főpap, a lelkész. A második kártya kardok 10-es. Harmadik kártya, kelyhek 5-ös, kardok 8-as, kelyhek királynője, nyugodtan szerethetsz, esküvő, maradj derülátó, mézes hetek, minden szétesik. Ajánlatot teszek. Hogyan jöjjek feléd? Mit gondolnak? A kérdés, hogy gondol-e rád? Azt gondolom, hogy igen, gondol rád, de azt gondolom, hogy ez a valaki már házas.
Honnan tudom? A főpap fordítva van, és itt az esküvős kártya. Tehát ez az illető valószínű, hogy igen, házas. Tehát azt gondolom, hogy a házassága nem volt jó, és lehet, hogy te közben jöttél ebben a házasságban, és nagyon vonzódott hozzád, mert te teljesen más ember vagy, mint a felesége vagy a férje, és közben lehet, hogy jöttél ebben a kapcsolatban, tehát közben találkozott veled, nagyon-nagyon vonzódott hozzád, és azt érezte, hogy nagyon összeilletek, és szinte azt gondolta, hogy már régóta ismer téged. Nem tudta, hogy honnan, de hát én, mivel látom, hogy a lelkitársad, ezért gondolta így, hogy ő már ismer téged, és nagyon-nagyon kívül-belül vonzódik hozzád ez az illető. De mivel ugye házas volt, ezért azt gondolom, hogy magát okolta, hogy ő házas, és közben pedig te veled kikezdett, vagy téged szeret, és ezért neheztelt magára, és ezért a kapcsolat az, ez a házasságban, tehát nehéz volt, nem tudott a házasságban rendesen megfelelni te miattad. És még azt látom, hogy gondol rád, persze, hogy gondol rád, de és hogy ők, hogy hogyan jöjjek közelebb. De mivel házas, ezért aggódik, kardok 10-es, hogy ha elhagyja a partnerét, akkor az mit fog gondolni, hogy kardot szúr a hátába, és hogy mit fognak mások gondolni róla, mert sok jót nem fognak a barátok, az ismerősök, a családtagok gondolni, hogyha elhagyja a feleségét vagy a férjét, úgyhogy aggódik, hogy hiába szeret téged, nem tud közelebb jönni, azt gondolom. És hogy sok ember mit fog szólni, meg fogják szólni, és azt érzem, hogy ezért hagyta be a kapcsolatot, úgy gondolom, hogy elengedett téged. Azért, hogy nem tudott kilépni a házasságából, mert azt gondolom, hogy ez a házassága, vagy ez a személy régóta van az életében, és nem akarja hátba szúrni, nem akarja cserben hagyni. Nem mondom azt, hogy szereti, de nem akarja cserben hagyni, sőt, azt látom, hogy a házasságában nem jól van, sőt, úgy is mondhatnám, hogy abszolút nem boldog ebben a kapcsolatban, de nem, nincs itt az ideje, nem érett rá, hogy a nőt elhagyja, és ezért, hogy a férfit, és ezért ő elsétált előled, és azt gondolom, hogy újra rendbe akarja tenni a házasságát, újra meg akarja élni a mézes heteket, és rendbe akarja tenni a házasságát, és ezért elment tőled. Ha veled rezonál ez így, amit mondtam, az jó. Ha netán nem, akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy elhagyta a házastársát, vagy a partnerét, és ugye sok fájdalom, és ebben is csalódás van, rossz érzései vannak, ha netán elhagyta. De azt gondolom, hogy a többi embernek, aki nézi, még mindig nős, de biztos, hogy van, vagytok egy páran, aki már elhagyta, tehát a barátotok elhagyta a feleségét, vagy a nő a férjét. Tehát ki melyikkel rezonál, azt vegye alapul. Azt érzi, hogy te vagy a lelkitársa, vonzódik hozzád, és hogy új dolgokat szeretne veled, de azt gondolom, hogy nem fogja megtenni, mert fél, hogy mit szólnak az emberek, és nem tartod, hogy megtegye. Lehet, hogy később megteszi, de nem akarja cserben hagyni ezt a valakit. Fél, hogy mi lesz. Fél, hogy lehet, hogy elhagyja, és veled mégsem lesz olyan jó a kapcsolata. Tehát nem mer kilépni az ismeretlenbe, attól függetlenül, hogy nagyon-nagyon vonzódik hozzád mindenképpen, fizikailag is. Mit gondolnak róla, és hogy
akar ő neked ajánlatot tenni, akar ő veled minden, de nem tudja megtenni, mert hűséggel tartozik a partnere iránt. Úgyhogy nem akarja, hogy azt gondolja a felesége, hogy például hátba szúrt és elhagyott, de viszont te ugyanezt gondolod, hogy elhagyott és hátba szúrt. Tehát mind a két felől kap egy olyant, hogy te vagy a hibás, mert hátba szúrtál. Te is azt gondolod, és a partnere is azt gondolja, hogy jobb, ha maradok a feleségemmel vagy a férjemmel, mert ő nem szívből gondolkodik jelenleg, ő logikusan gondolkodik, és azt gondolja, hogy mivel már ismeri, mivel már benne van ebben a kapcsolatban, logikus, hogy majd valahogy letellik ezek az évek, amíg élünk, és ezért nem akar kilépni a kapcsolatból. Úgyhogy jelenleg nem tudom, hogy ki fog lépni, de jelenleg nem ért meg rá, úgyhogy te rajtad függ, hogy vársz rá-e, tehát egy nős férfire, aki nem téged választott, pedig vonzódik hozzád, sőt, szeret és gondol rád éjjelente, gondol, hogy jönne közelebb. De egyet tudni kell, hogy az univerzum azt mondja, hogy igazából nyugodtan szerethetne téged, tehát igazából el is válhatna, vagy el is mehetne attól a valakitől, mert már nem szereti boldogtalan, vagy ha szereti is, de boldogtalan a kapcsolatban. És az univerzum azt mondja, hogy nyugodtan szerethetne téged, mert te vagy a lelkitársa, tehát összeilletek, ő is úgy gondolja, de fél, és nem meri megtenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet, hogy újra akarja a házasságát megélni, és próbálkozik helyrehozni a kapcsolatát, és újra akarja partnerével megélni a mézes heteket, vagy utazni, és újra jó férj vagy jó feleség akar lenni, mert régóta ismeri ezt a valakit. Úgyhogy te tudod, hogy jó neked ez a fájdalmas kapcsolat, valószínű, hogy szeretted vagy szereted, de azt gondolom, hogy amíg nős vagy amíg férjes, addig nincs mit tenni, mert ahol hárman vannak, ott az egyik mindig sírni fog, lehet, hogy pont te, hogy kérlek gondolkodj el, hogy mit szeretnél, és tiszta szívvel, tiszta fejjel tegyél lépéseket. Biztos, hogyha el is hagyod, jönni fog valaki jó, aki csak téged szeret, aki csak téged akar, úgyhogy ne aggódj. Úgyhogy ennyi lett volna a mai videóm. Még annyit szeretnék mondani, aki privát jóslást szeretne, az e-mailben megtalál, sziget31@gmail.com, nyugodtan írjatok, e-mail jóslást csinálok részletes leírással, és egy nap alatt általában meg is szoktam csinálni, úgyhogy aki szeretne privát jóslást, annak itt vagyok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nem sokára jövök új videóval, sziasztok!